Köszöntöm a kedves nézőket a mai háttérben, pedig folytatjuk tulajdonképpen a vándorlásunkat itt a Cegléd környéki településeken. Ma Törtel került elítékre, Törtel első embere Godó Tibor polgármester úr. Jó estét kívánok mindenkinek! Köszöntelek itt nálunk. 2016 és 17, ez a mai feladatunk, ezt a leckét fogjuk itt elmondani szépen, én fogok feleltetni gyakorlatilag. Amikor 2016-ot elterveztétek, és amikor 2016-ot befejeztétek, a tervek és az eredmények között volt-e valami feszültség, vagy nagyjából sikerült elérni mindent? Igazán nem. Minden egyes költségvetés megtervezés előtt azért vissza kell, hogy tekintsünk 2014, illetve 2015 vonatkozásába, hiszen azok a fejlesztési elképzelések, amit megfogalmazunk, nyilván nagy mértékben függ az önkormányzat pénzügyi helyzetétől. És itt is azért két részről kell, hogy megközelítsük. Egyik a központi költségvetés, illetve a kötelező feladatok, illetve azok a feladatok, amit önként vállalunk és fejlesztésről beszélhetünk. Nyilván 2015-ben még szembesültünk azzal, hogy az önkormányzatnak mintegy 140 millió forint kintlévősége volt. Annak ellenére, hogy az előző vezetés úgy nyilatkozott, hogy plusz 50 millió forint az zártak a 2014 évet, sajnos arról nem beszéltek, hogy az önkormányzatnak egy gazdasági társaság irányába volt követelése, illetve a főcsapás irány, amit megvalósítottunk, illetve amit szem előtt kellett tartanunk, a helyi bevételek és nagy mértékben az adókintlévőségek. Sajnos ezt az kettőt, hogyha együtt nézzük, az megközelítette a 140 millió forintot. Nyilván nekünk ebbe az irányba is kellett lépni, ezzel párhuzamosan meg kellett fogalmazni a fejlesztéseket, illetve azokat a törekvéseket, amit szintén 2014-ben én fogalmaztam meg, hogy az önkormányzat vagyonát gyarapítani kell. Hiszen az előző ciklus, illetve az azt megelőző ciklusba, azért jó néhány ingatlan, illetve földterület, többek között a termálkút is idegen kézbe került, és ezeket az ingatlanokat, illetve földterületeket vissza kellett vásárolnunk. Ez olyan mértékben sikerült, hogy a 2016-os évet mintegy 70 millió forintos vagyongyarapodással tudtuk magunk mögött. Az azt megelőző év, a 2015, az szintén 70 millió. Tehát ha megnézzük a számokat, hogy egy 140 milliós vagyongyarapodás és a 140 millió kintlévőséget azért valamilyen formában tudtuk kompenzálni, ma azt mondhatjuk, hogy 40 millió forint az önkormányzat kintlévősége, ez főleg már csak az adónemekben mutatkozik meg, természetesen hathatós intézkedéseket vezettünk be, és ezeket az adókat mindenféleképpen behajtjuk a törtel lakosoktól. Próbáljuk megértetni az emberekkel, hogy ezek a kintlévőségek mind fejlesztésre mennek. Éppen most álltam fel, tárgyalóasztalnál ültünk, megkezdjük a makadámutak építését, amit az önkormányzat 2016-ban elfogadott, most 10 makadámutat építünk meg, mintegy 80 millió forint értékbe, és a 2018-as évben tervezzük ezeknek az aszfaltozását. Ezen túlmenően a Pest megyei közgyűlés által kiírt pályázatba is beneveztünk, mintegy 103 millió forint bruttó összegre pályáztunk, itt 3 komplett út megépítését tervezzük. Úgyhogy én azt gondolom, azok a törekvések, amit megfogalmaztunk, nagyon jó úton járnak. Összességében 2017-ben az 535 millió forintos költségvetésből 100 millió forint az, amit próbálunk elkülöníteni fejlesztésekre. 2016-ban mi még kardinális kérdés volt, és ugye itt az ingatlanok megvásárlása vonatkozásában, hogy a bölcsőde megépítéséhez nekünk kellett 2 ingatlant vásárolni. Ennek a 2 ingatlannak az érték, az egyik az beépítetlen terület volt, a másik beépített terület. Ez körülbelül 10 millió forintba került már az önkormányzatnak. És ezen túl mellően egy energetikai pályázat, ami most már nagyon-nagyon a kertek alatt van, azt mondhatom, hogy megnyertük, ez 245 millió forint, a bölcsőde építésre 365 millió forintot pályáztunk. Én úgy gondolom, hogy bizakodóak lehetünk, és ezt a pályázatot is megnyerjük, illetve van egy 500 millió forintos fenntartható közlekedés fejlesztésre benyújtott pályázatunk, 3 út teljes felújítása, kerékpársáv, kerékpárút megépítése, buszablök kialakítása, a csapadékvíz
zárt elvezetésének a kialakítása, illetve az intézmények előtt a parkolók kialakítása, ami kardinális kérdés. Én bízom benne, hogy ez az 535 millió forintos költségvetés, amit elfogadott Törtelyközség önkormányzat képviselőtestülete, a negyedéves módosításokkor már esetlegesen, mondjuk a harmadik negyedévhez meghaladhatja az 1 milliárd forintot, de azt tudni kell nyilván, hogy ezek az eredményes pályázatok a költségvetés részét képezi természetesen. Nehéz mellette szóhoz jutni. Nagyon jól fölkészültél, és folyamatosan nyomtad itt az adatokat. Nagyon sok minden történt. Az energetikai korszerűsítésre visszatérve, hogyha nyertek a pályázaton, akkor miket fog érinteni közintézményeket elsősorban? Természetesen az általános iskola két épületének a homlokzat felújítását tervezzük, illetve nyílászáró cserét, napelemes rendszer kiépítése, és csak egy pillanatra állnék meg, 2015-ben a képviselőtestületünk úgy döntött, hogy az általános iskola működtetését visszavesszük. Na, sikerült is megoldani másfél évig, ugye most megszületett a döntés, és 2017. január 1-től szintén állami működtetésbe kerültek vissza az általános iskolák. Én egy picit sajnálom, ugyanis 2015, illetve 2016-ban meghaladta 30 millió forint azt az összeget, amit tudtunk fejlesztésre, illetve a fizikai állományra fordítani. Voltak még elképzelések természetesen, ezt most valószínűleg nem mi fogjuk megoldani, hanem a tankerület fogja megoldani. Én nagyon bizakodó vagyok, az együttműködésre természetesen mi hajlamosak vagyunk, de mindamellett a 245 millió forintból mindösszesen 100 millió forintot tervezünk az általános iskolák felújítására. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen mind a tankerület, mind az önkormányzat egy olyan fejlesztést tudhat maga mögött, ami kimagasló lesz, és egy jó időszakra megoldjuk ezeket a problémákat. Ezen túlmenően a két háziorvosi rendelőnket szeretnénk felújítani, illetve a művelődési ház A épületébe lesz nyílászárócsere, illetve napelemes rendszer kiépítése. Tehát ez a öt épület, ami meghatározó lesz, hat épület, ami pályázat természetesen, ez az energetikai pályázat, ami 245 millió forintba fog kerülni. Remélhetőleg megnyeritek. Hát nem most úgy néz ki, hogy megvan már. Igen. Nem szeretném elkiabálni, de megvan már. 2015-ben indult, ha jól emlékszem, egy nagyon szép hagyomány, a Juhász Fesztivál. Akkor még egy kis rövidebb verzióban, tavaly már hosszabban, már kétnaposra terveztétek, és úgyis bonyolítottátok le. Azt hiszem, hogy igazolta hozzá fűzött reményeket. Mindenféleképpen a rendezvényünk igen. Levontuk ismételten a szükséges konzekvenciát. Ugye az első Juhász Fesztivál az egynapos volt, a második az kétnapos volt. Inkább mondhatjuk, hogy az első nap egy fél nap volt. Átértékeltük, és úgy gondolta a képviselőtestület, hogy 2017-ben most egynaposra tervezzük ismételten. Egy kicsit korábban fogunk kezdeni, és ugye a törzstenyész Tönksebők Misővácsi tanyáján fogjuk megkezdeni a szakmai nappal, szakmai programmal, és azt követően koncentráljuk az erőket majd a sportlétesítményünkbe, és a szabadidős programok természetesen ott kerülnek lebonyolításra. De ennek a két év alatt is már neve lett ennek a fesztiválnak. Hogyne, természetesen az országos hírű, azt gondolom, hogy tavaly is voltak külföldről is már, az idén ismét bejelentkeztek, és nagyon bizakodóak vagyunk, hogy azt a nézőszámot, illetve a részvételt, amit 2016-ban magunk mögött tudhattunk, ezt meg tudjuk egy picit még majd spékelni, illetve meg tudjuk akár duplázni is. Jó sikerült, tényleg jó sikerült. Elindult tehát 2017 Törtelen is. Most ebben az évben mi lesz az első olyan úgynevezett nagyobb dobás, vagy amire úgy fölkaphatjuk a fejünket? Mint említettem, az utak építése az fog megindulni. Tehát 10 makadám utat szeretnénk megépíteni, illetve hogyha eredményes lesz a 103 millió forintos pályázatunk, akkor 3 mellékutat fogunk még, az komplett, tehát aszfaltozva is lesznek. Illetve az energetikai pályázat megkezdjük a kivitelezést, és ami még nagyon pozitív volt a 2016-os évben, nyertünk több mint 30 millió forintot az óvoda épületek felújítására. Itt homlokzat felújítás, fűtéskorszerűsítés, belső kialakítás, tetőszerkezetcsere, 3 épületről beszélünk, 1-es, 2-es, illetve a főépület. Most még az önkormányzat, ugye azt szoktuk mondani, hogyha megkezdünk egy fejlesztést, nyilván azt ne fejezzük be, hogyha elfogy a pályázati összeg, azt mondjuk, hogy tegyünk hozzá egy picit, nyilván önkormányzatunk képviselőtestülete úgy döntött, hogy
még teszünk hozzá egy pici pluszt, meg is szavaztuk az elmúlt évben még, hogy betervezzük a 17-es költségvetésbe, megközelíti a 6-8 millió forint, amit még az egyes számú épületre szeretnénk fordítani, hiszen a két épület tetőszerkezete most már nagyon szép, nagyon szépen meg lett csinálva, az egyes épületnek a tetőszerkezetét nem szeretnénk úgy hagyni, illetve a régi homlokzatot szeretnénk felújítani, úgyhogy ha ezek a beruházások meg lesznek, azt mondom, hogy az elkövetkezendő 10-15 évre az óvoda épületéhez nem nagyon kell hozzányúlni már, illetve még egy eredményes pályázatunk volt, a közétkeztetés biztosító konyha épületének a teljes felújítása, illetve eszközbeszerzés, ez is megközelítette a 30 millió forintot, amit nyertünk, úgyhogy megyünk előre, igen. Megyünk előre, van mit tenni. Hát úgy látom, hogy akkor nem befejezzük ezt a beszélgetést, csak abba hagyjuk egy időre, és utána aztán természetesen majd az eredményekről szívesen beszámolunk Törtel esetében is. Tibor, köszönöm szépen, hogy eljöttél, jó munkát, jó egészséget. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőknek a figyelmet, köszönöm, eddig tartott a mai háttér, természetesen holnap is jelentkezünk ezzel a műsorral, nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!